Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy nagy kártyakivetés a részedre, és ez akkor aktuális, amikor megtekinted ezt a videót. Akár hölgy vagy, akár férfi, látható a közeledés. Hamarosan lesz egy új kezdet, vagy lesz egy új irány. Beszélni fogtok egymással a jövőről, beszélni fogtok érzelmekről. De jelenleg őt megbántotta valaki. Emiatt nem túl jó a hangulata, sőt a mélybe tekint, átvizsgál bizonyos dolgokat, és lezár kapcsolatokat. De hamarosan megnyugszik, közeledik hozzád, és mint említettem, lesznek fontos beszélgetések. Ha te egy hölgy vagy, téged is megbántott valaki, vagy a családban, vagy a munkahelyeden, vagy mindkét helyen. De ne vitatkozz, és nem kell bocsánatot kérni, hagyd azt, hogy magától alakuljanak az események, mert minden megnyugszik, és hamarosan lesz majd egy változás, és jobbak lesznek a kapcsolatok. Néha úgy érzed, hogy a munkahelyeden nem kapod meg azt az elismerést, amit te szeretnél, vagy amit te megérdemelnél. De hagyd így a dolgokat, ebben az esetben is fontos, hogy inkább légy csendes, visszahúzódó, szerény. A kártyák azt mutatják, hogy lesz egy szerencsés fordulat, és egy-két hónapon belül lesznek sikereid. Vannak bizonyos tervek, amit szeretnél kiépíteni. Ez lehet egy spirituális terület is. Ez egy jó gondolat, ez egy jó ötlet, ami neked sikereket hoz. De ha arról van szó, hogy ehhez pénzt kellene most kiadni, ez nem a megfelelő időpont erre. Itt várj még egy-két hónapot, és akkor indíthatsz, vagy akkor szerencséd lesz az anyagiakat illetően, mert lesz bevétel, vagy lesz nyeremény, lesz egy jó kezdet. Ugyanígy van fontos döntéseknél is. Te fogsz döntéseket hozni, lesznek sorsdöntő változások. Sőt, azt is szeretnéd, hogy ő hozzon döntéseket. De jelenleg még nem a megfelelő időpont erre. Halaszd el, várj egy-két hónapot, és akkor tisztázódnak a dolgok, vagy tisztán látsz egy bizonyos helyzetet, és akkor lesznek jó változások, jó döntések. Amennyiben betegeskedsz, vagy valaki beteg a családban, akkor itt megvan a gyógyító erő. Sőt, az is lehet, hogy ez a terület, egészségügyi témák, vagy a gyógyító erő, hogy ez érdekel téged, és megvan arra a lehetőséged, hogy ezt megtanuld. Az is lehet, hogy találsz ehhez egy jó könyvet, ami segít neked, vagy valaki ajándékoz neked egy könyvet, és tanulni fogsz. A tehetséged megvan ehhez. Ami most jót tenne, az egy utazás. De nem fontos, hogy azonnal utazd, de tervezheted ezt, mert az szerencsét hoz, megnyugtató, megtalálod a helyedet, vannak jó kapcsolatok, sőt, megvan arra a lehetőség is, hogy kiépíts egy baráti kapcsolatot, vagy legyen egy meghívás,
vagy te látogatsz meg valakit külföldön. Tehát külföldi kapcsolatok, utazások jól fognak alakulni. Ezek a külföldi kapcsolatok lehetnek internet kapcsolatok is. Tehát ez is kiépíthető. Ha én úgy összefoglalnám, amit a kártyák mutatnak, hogy nála vannak problémák, ő csalódott valakiben, lezár bizonyos kapcsolatokat, feléd tekint, lesz közeledés, lesznek beszélgetések, sőt, te adsz számára életerőt, megbízik benned. Ha te egy hölgy vagy, akkor nálad is vannak még problémák, különösen, ami az otthonodat illeti, vagy a környezetedet, ezek lehetnek szomszédok is, vagy a családi kapcsolatokban vannak nézeteltérések. Nagyon szorgalmas vagy, jól végzed a munkádat, mégis vannak korlátozások, mert nem kapod meg azt az elismerést, amit megérdemelnél. Vannak ötletek, gondolatok, hogy valamit változtass, vagy mellékállásban dolgozz egy spirituális területen, vagy gyógyító erővel. Itt megvan a tudás, a tehetség, ez lehet egy jó ötlet, de azonnal indítani és erre pénzt kiadni, ez veszteséghez vezet. Viszont, ha ezen az úton szeretnél járni, és ez a célod, ez megvalósítható, jelenleg még valami átláthatatlan, ez a döntés tulajdonképpen még túl korai. De egy-két hónapon belül, akkor lesznek új kapcsolatok, vagy valaki segít neked, vagy megvan ez a pénzügyi alap ahhoz, hogy ezt kiépítsd, akkor tulajdonképpen indíthatsz, ami sikerekhez vezet. Vannak kapcsolatok külfölddel, vagy kiépíted ezeket a kapcsolatokat, és ez jól működik, mert látom, hogy lesz egy látogatás, vagy egy meghívás. Minden esetre egy utazás jót tenne neked. Nem kell ezt azonnal megvalósítani, de a közeljövőben ez tulajdonképpen megvalósítható. Megvan nálad az életerő, be tudod bizonyítani magadat, de mégis úgy érzed jelenleg, hogy mások ezt nem veszik észre, vagy nem kapod meg azt az elismerést, amit szeretnél. Van egy hölgy a környezetedben. Ez a hölgy most úgy visszahúzódik. Nem hallasz róla semmit. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy voltak nézeteltérések, vagy megbántottad őt, de nem erről van szó, tulajdonképpen nem miattad húzódik vissza, hanem töpreng valamit, vannak gondjai, vannak félelmei, hagyd, hogy így legyen, majd megnyugszik, vagy megoldja a problémákat, magától fog újra jelentkezni nálad, akár egy férfi vagy, akár egy hölgy vagy, hiszen itt lehet tulajdonképpen barátságról is szó, hogy egy barátnő jelenleg nem jelentkezik nálad, de ezt ne vedd személyesnek, hiszen más dolgokról van szó, más dolgok foglalkoztatják őt, és saját magától keresni fogja újra a kapcsolatot, hiszen szüksége van a segítségedre, vagy jót tesz neki, ha beszélni tud bizonyos dolgokról, hiszen meghallgatod őt, tanácsot adsz neki, és úgyis el fogja mondani saját magától, hogy mi történt, miért volt ilyen visszahúzódó, miért nem kereste a kapcsolatot veled, és akkor meg fogod majd utólag érteni azt, hogy
miért van jelenleg ez a helyzet, hiszen ez foglalkoztat téged, mert úgy gondolod, hogy te mondtál valamit, ami neki nem tetszett, és emiatt a félreértés miatt van nála most ez a tartás. És ez volt ez a nagy kártyakivetés. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!